estét kívánok! Hétvégén folytatódik a labdarúgó NB1 és a videóton, a téli szezon tekintve, hogy túl van két edzőtáboron, közel egy hónapig edzett együtt a társaság két spanyolországi turnusban, és hát vívott közel 10 felkészülési mérkőzést is a videóton, úgyhogy reméljük készen áll a bajnoki rajtra. Minden további a Bajnokok Városa vendégétől, Kovács Zoltántól, a videóton sportigazgatójától. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, és a megtehetségestét kívánok. Milyenek az előérzeteid? Pozitívak, de ez nem csak a gincstárion optimizmus beszél belőlem ilyenkor, hanem azt gondolom, hogy minden adó van ahhoz, hogy eredményesek legyünk, vagy még eredményesebbek legyünk a tavasszal, és még egy lapáttal rá tudjunk tenni az ősszel mutatott teljesítményünkre, ami egyébként szummázva jó és erős volt, a vége nem sikerült úgy, ahogy az előtte lévő mérkőzések vagy időszak sikerült. Nyilván erről már később bánat, de mégis ott mi történt szerinted ezeken az utolsó őszi meccseken? Ugye az valóban nem sikerült, és hát ez gyakorlatilag az őszi első helybe került. Igen, ugye gyakorlatilag a 18. fordulóban még úgy mentünk a Ferencvároshoz, hogy vezettünk 3 ponttal, és ahogy nyerünk, ugye 6 pontosra növelhettük volna az előnyünket. De tényleg a futballban nincs ha, és ami elmúlt, azon már úgyse lehet változtatni. Viszont elfogytunk, tehát volt néhány bosszantó eltiltás, aztán néhány még bosszantóbb sérülés, és az utolsó mérkőzésen Szombathelyen pedig már gyakorlatilag egy kiki meccset játszottunk, ahol viszonylag szerencsétlen körülmények között veszítettünk, illetve kiestünk a kupából is, amivel azért nehéz elszámolni. De majd jövőre kijavítjuk, hiszen azt már csak jövőre lehet kijavítani, viszont tavasszal egy dolog maradt, hogy megnyerjük a bajnokságot, aminek azt gondolom, hogy mi vagyunk még mindig így is a legnagyobb esélyesei. Ugye, hogyha visszatekintünk még nagyon picit az elmúlt szezonra, akkor lehet azt is mondani, hogy a Honvéd azon a bizonyos aranycsatán megnyerte a bajnokságot. Ugyanakkor viszont talán azt is lehet mondani, hogy a videóton ugye elvesztegetett jó néhány pontot azt megelőzően, jelesül általában akkor, amikor mondjuk Lázovics hiányzott. Tehát nyilván ebből is azért levontátok a tanulságot, akár most is. Nyilván meg elsősorban azért mindenki levonja, mindenkinek le kellene és le kell vonni a tanulságokat, ugye így van, tehát nem az utolsó fordulóban, persze aktuálisan az utolsó fordulóban vesztettük el a bajnokságot, de ahogy te is mondtad, az megelőző fordulókban nekünk már bőven annyi pontot kellett volna szerezni, hogy úgy menjünk oda, hogy azon már semmi nem múlik, azon a mérkőzésen az lehetett volna egy igazi futballünnep, egyébként az is volt, csak nyilván ennek mi a szomorú végén voltunk, hogy az ott megjelent szurkolók is. Úgyhogy nem szeretnénk így járni ebben a tavaszon, abból is tanultunk, a csapat erősebb lett, mind csapat, és mind játékos keretileg is. Hát nyilván a tanulságok levonása után mondta azt Márko Nikolics vezetőedző, éppen ugye Huszti Szabolcs leigazolását követően, hogy hát egyfajta levegőfrissítés a cél az öltözőben. Ez akkor bejött? Majd kiderül, hogy június elején tudok erre igazából válaszolni, mert ugye nyilván azért léptük meg ezeket a néhány esetben igen nehéz döntéseket, azért hoztuk meg, mert meggyőződésünk, hogy ez a csapat javára szolgál, és de azt látni, hogy az öltözői morál javult, illetve amit az előbb is említettem, csapatként erősebbek lettünk, de természetesen a profi futballban mindent az eredmények határoznak meg, és majd utólag derül, hogy ez, amit érzünk mindannyian, az mennyire igaz. Azt mondtad, hogy esetenként nagyon nehéz, vagy nehéz döntéseket kellett meghozni. Mi volt a legnehezebb? Nem szeretnénk, ezek belső ügyek, minden eset más és más, minden játékos esete más és más. Nem szeretném kibeszélni ezeket az ügyeket. Van, aki azért, mert kevesebbet tudott már játszani, és többet érdemelne adott esetben, de nálunk ez nem adatott meg. Van, aki már túl régóta volt itt, van, aki nem illett a közösségbe. Mindegy is, talán nem szeretném, mert ez nem tartozik. Talán ezt, hogy mondjam azt, hogy ezek belső ügyek is az öltözőre tartoznak. Huszti Szabolcs érkezése azért elég rendesen felkavarta az állóvizet itt Magyarországon. Számítottatok erre? Hát amikor egy ilyen kaliberű játékos visszatér Magyarországra, ez szerintem teljesen normális, hogy így felkavarja
a pozitív értelemben az indulatokat, és ennyire örülnek. Én azt remélném, főleg ha nem Magyarországon élnénk, hogy klubhozatartozástól függetlenül ennek mindenkinek kellene, hogy örüljön, hogy egy ilyen játékos hazatér, még akkor is, hogy a sokaknak ezt már a videótont választotta, de összességében ez egy jó üzenetet hordoz magában, hiszen ugye mindenki láthatta és hallhatta, hogy ugye bő egy évvel milyen teljesítmény nyújtott még a Bundesligában, Huszti Szabolcs, aztán utána újra eladta a klubja pénzére, ráadásul, tehát eladták Kínába, és az, hogy minket választott, úgyhogy voltak más lehetőségei, nyilván ez a videóton erejét is mutatja, biztos, hogy benne nagyon nagy erősítés jelent majd a pályán is, ez majd ugye nem sokára ki fog derülni, de az már látszik, hogy mennyit jelent a jelenléte az öltözőben is, a pályán edzésen. Hát nyilván az a több mint 160 Bundesliga meccs, az azért nem véletlen Huszti Szabolcs esetében, és hát nyilván a több mint 500 válogatottság sem. Ugye említetted, hogy ha majd pályára lép, ugye ez még nem következett el, de ezt tudtátok akkor is, amikor leigazoltátok, hiszen egyfajta regenerációs időszakban volt még akkor egy térdműtét után. A felkészülés sem ott volt mind a két edzőtáborban, de az edzőmeccseken nem lépett még pályára. Nyilván még nem akartatok kockáztatni. Meddig tarthat ez az időszak? Már nem sokáig, tényleg a Szabi minden munkát, ami elő volt írva neki, elvégzett fantasztikus lelkesedéssel és motivációval. Nagyon közel van ahhoz, hogy most már visszatérjen a pályára, ne csak edzésen mutassa meg. És hát nyilván az is talán pluszt jelenthet, hogy együtt játszhat Juhász Rolanddal, akivel azért nagyon, nagyon jó kapcsolatban vannak. Illetve Danko Lazovicsot is ide sorolhatjuk, akivel természetesen a Zenitben együtt futballoztak, igen, sikeres időszakot töltöttek el együtt. Úgyhogy, de az előbb mondtam, hogy nyilván ott van egyfajta speciálisabb kötődés, ugye Rolival barátok, vagy éppen Dankóval is csapattársak voltak, és nagyon jó kapcsolatban vannak, de amit látunk az az, hogy viszonyul hozzá mindenki, idősebb, fiatalabb, illetve ő, hogy viszonyul a csapattársaihoz, és milyen tiszteletnek örvend, de ez nem csak a múltjának szól, hanem a jelenének, ahogy minden nap, ahogy megnyilvánul, ahogy dolgozik az edzéseken, ez sugárzik róla az erő és a karakter. Bobán Nikolov mennyire vált be az edzőmeccseken, hogy látod? Nagyon jól illeszkedett be a rendszerünkbe. Az edzőmeccsek azt célszolgálják, hogy mindenki a lehető legtöbb játékidőt tölts el a pályán. A lényeg az, hogy a bajnoki mérkőzéseken ki hogyan teljesít, és ott milyen eredményeket érünk el. Az edzőmérkőzések azok csak eszközt szolgáltatnak a céljaink eléréséhez. Ugyanakkor viszont, ha már a játékperceket említed, azt azért mindenképp jó látni, hogy Kovács István azért rendre megkapta a lehetőséget, sőt, hát góllal hálálta meg ezeket a sanszokat. Ő azért egy komoly kálvárián van azért túl az ő. Ez egy komoly erősítés fog jelenteni a Kovács István visszatérése is, és Paulo Vinicius is ide kell sorolni, mint új játékos. Ugye mind a ketten gyakorlatilag, vagy az ősz nagyon nagy részét, szinte teljes egészében kihagyták sérülések miatt. Kokónak már az előző év tavaszán is meggyűlt a baja sajnos a sérülésekkel. Mindenképpen reménykeltő az, hogy végigcsinálta a felkészülést, nem kellett kiadnia edzés, és nagyon jó formában játszott az edzőmérkőzéseken, ez mindenképpen biztató. Alapvetően egyébként mennyiben változhat az új igazolások hatására a videóton játék, a játék felfogása korábbihoz képest? Hát a játék felfogás, hogy az elvek nem igazán változnak, hiszen ugyanazok a felelési formákat gyakorolták a játékosok az edzőtáborban, a vezetőedző vezetésével, viszont nyilván az, hogy adott poszton nagyobb a konkurencia, nagyobb a versenyhelyzet, az mindenképpen nagyobb erőbedobásra kell, hogy késztessen mindenkit. Az, hogy a három belső középpályás poszton nem három játékos az adott esetben, hanem 5-6 játékos a rendelkezés, az mindenképpen örömteli a jövőre nézve. Úgyhogy akár Stefan Szczepovics, hogy nyilván azért igazoljuk, hogy erősítés jelentsen. Mondom még egyszer, csak ebben csak ismételni tudom magam, mindent a bajnoki mérkőzéseken mutatott teljesítmény fog meghatározni. Ebből a szempontból egy lényeg volt, hogy nagyon jó körülmények között, nagyon jó pályákon, nagyon jó ellenfelekkel gyakorolhattunk, edzhettünk. Erről szólnak a téli edzőtáborok, pláne ugye Magyarországon, ahol átlagosan azért hosszabb a téli felkészülési időszak.
Nyilván azért a drukkerek számára az is fontos, hogy mondjuk saját nevelésű játékosokat lássanak a csapatban adott esetben, vagy hát ideális esetben olyanok, akik húzó emberek lehetnek, vagy meghatározó játékosok lehetnek. És hát Szabó Bálint 17 esztendősen került fel most a csapathoz. Ez jelenti azt, vagy jelentheti azt, hogy azért mondjuk a Vidi 2-ben és egyáltalán az utánpótlásban azért vannak olyan srácok, akik lassan-lassan berúgják az első csapat öltöző ajtaján? Hát ez lenne az elvárás, ez egy nagyon örömteli dolog lenne az életünkben, a Videóton életében és a város életében is. Mi most már szűk 3 éve, inkább 2 mondanék, vagy bő 2 éve elindítottunk valamit az utánpótlásból, ugye újra önálló utánpótlással rendelkezett hosszú idő után, majd rendelkezik hosszú után a Videóton. Nagyon sok mindent kellett helyére tenni, még korán sem értünk az út végére, még talán fél út környékén vagyunk, ez mindenre vonatkozik. Talán a körülményeink azok, amik egészen jók már, és jobbak, mint az átlag kluboknál. De az, hogy Szabó Bálint meg tudott jelenni egy edzőtáborra a Videóton első csapatával, ez nem egy ajándék volt neki, hanem ezt kiharcolta azzal, hogy ahogy teljesített az utánpótlásban, aztán az NB3-ban Timár Krisztián keze alatt. Úgyhogy bízom benne, hogy egyre többen jönnek. Jó üzenet a gyerekeknek, ezt mindenki így el, hogy ez csak a játékosokon múlik. Hogyha keményen dolgoznak, alázatosan, tisztelettel viszonyulnak a futball iránt, akkor oda lehet érni, senki nem tiltja meg nekik, hogy úgy dolgozzanak, hogy ne férjenek be. És hagyj említsen meg ugye Géresi Krisztián, mint saját nevelésű játékost, hogy sajnos egyelőre ugye kihagyta a téli felkészülési időszakot, egy sajnálatos hát probléma miatt. Reméljük, hogy most már a végére értünk, ennek a problémaforrást megtaláltuk, vagy a problémának a forrását. Jövő héten ő is csatlakozik a csapathoz, úgyhogy lehet, hogy a legfontosabb pillanatokban számíthatunk majd rám megint, mint ahogy az őszi szezon végén is ugye nagyon megint megvillantotta a tudását. Meg fogja kapni megint a lehetőséget, onnantól kezdve csak rajta múlik. És felkerült egyébként az első csapat keretéhez a Vidi 2-ből Réti Patrik, illetve Anel Hadzsics öccse, Elvire Hadzsics is, úgyhogy láthatjuk őket, reméljük mind többet majd az első csapatban a labdarúgó NB1-ben. Ha megengeded, akkor csak egészen röviden a távozókról, de miért rájuk térnénk, Szolnoki Rolanddal foglalkozunk egy picit, mert hogy ő is hát gyakorlatilag azt lehetett hallani, hogy távozik a Vidiből, de aztán visszakerült most az első csapat keretében, ezek szerint Roland marad. Hosszú igen, távon is akár. Igen, Szoszónak 2019 nyaráig van a szerződés, ha meglátjuk, hogy mi lesz, az biztos, hogy most visszakerült az első keret, ez ugye tudni kell, hogy télen úgy volt sokáig, hogy távozik, kaptunk mi is, a klub és ő is egy olyan ajánlatot, amit elfogadott volna, aztán bizonyos okok miatt ez meghiúsult, viszont a vezetőedző kérésére is és közös döntés alapján úgy határoztunk, hogy addig, amíg nem válik bizonyossá, hogy Szoszó nem igazol el, addig nem szerettük volna, hogy olyan játékos vagy játékosok legyenek az első csapat keretében, akik adott esetben lehet, hogy egy hét múlva vagy a következő napon távoznak, ennek nincs értelme a Videóton első csapata nem erről szól. Amikor bizonyossá vált, hogy Szoszó nem igazol el, akkor természetesen teljes jogú kerettagként csatlakozott a társasághoz, egyébként is ugye mindenki ismeri őt, hogy egy egészen kiváló mentalitású játékosról van szó. Azt tehát hallani, hogy Ezékiel Henti is tovább áll majd, tovább is áll, de csak kölcsönbe került ugye a Puskás Akadémiához, és ugye őt magatartásbéli problémák, legalábbis azt lehetett olvasni, hogy talán ez áll a háttérben. Lehet ez pedagógiai szándékú, ez a kölcsönadás, vagy egészen másról van szó? Hát elég komoly talán, hogy én sajtóforrásokra, meg mindenféle plegykákat megerősítenék, vagy cáfolnék. Ezek jelenti, megmutatta, hogy milyen kvalitásokkal, milyen képességekkel rendelkezik. Ezt néha meg is mutatta. Úgy gondoltuk, hogy jobbat tesz mindenkinek, a csapatnak és neki is, hogyha máshol játszik átmenetileg, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a sorsa. Nyilvánvalóan egyébként, hogy egy piacképes játékosról van szó, de vannak ilyen esetek, hogy nem mindig a minőség a döntő. Szújics Ászmér viszont a Visla Krakkóban folytatja, de csak nyártól.
Igen, sok sikert kívánunk. Ez mindenek egyébként a visszakakkora, még február 28-áig van ideje megvásárolni őt a futószerződéséből, ami nyáron jár le. Ja, tehát ez majd momentán nem is történt meg ez az egész üzlet vagy tranzakció, vagy igen? Hát ez miért július 1-ével lép, illetve az a szerződés, amit aláírt, vagy joga volt aláírni január 1-e után a Viszlához, viszont nyáron nyilván szabadon igazolt a játékos. Tárgyaltunk vele, aztán úgy döntöttünk, hogy nem ajánlunk neki új szerződést, innentől kezdve két eset volt, vagy télen el tudjuk adni. Kaptunk, voltak lehetőségek, ajánlatnak nem nevezném, amit kaptunk az ő esetében. Úgyhogy mondom még egyszer, ugye van még esély arra, hogy már most télen eligazoljon a Viszlába, megvásárolják, ha nem, akkor július 1-ével lesz a Viszla Krakó játékosa. Nagyjából tekintsük át ezt a 9 felkészülési mérkőzést, ahogy te is említetted, ugye nem az eredményesség elsősorban a lényeg. Mégis melyik volt szerinted az a találkozó, ahol a videóton kivillantotta a foga fehérjét? Ez az nagyjából úgy lehet mondani, hogy az első edzőtáborban nagyjából semmit nem villantottunk, meg, illetve a edzőmérkőzéseken viszont azt a játékosok megvillantották, hogy mennyire tudnak dolgozni, és milyen elszántsággal vetik bele magukat a munkába. Elképesztő felkészülési időszak volt az első spanyolországi edzőtábor. Benidormban napi 2 edzéssel, valamikor 3-mal volt, amikor még a mérkőzés előtti délelőttön is edzés volt a keret tagjainak, úgyhogy az nagyon komoly bizonyítéka volt annak, hogy milyen elszántak a játékosok, biztos vagyok benne, hogy ez meg megmutatkozik a tavasszal is. Aztán a második edzőtábor szólt már arról egy picit kevesebb edzéssel, vagy más jellegű edzésekkel, ugyanolyan intenzíven, de talán rövidebb, más tartalommal. Ott már azért érződött az, hogy frissül a társaság, de még mindig nem az volt az elsődleges cél, hogy ott valaki csúcsformába kerüljön, mert az nagy baj lett volna, ettől függetlenül azért ott az edzőmeccsek már más képet mutattak. És jobban látszott az, hogy mit szeretnénk majd játszani. És ugye a legutolsó felkészülési mérkőzésen 3-0-ra győzött a Videoton a Moson Magyaróvár előtt, és ha már ugye beszéltünk arról, akkor megint hangsúlyoznám, hogy Kovács István is gólt szerzett, ugye 11-esből. Most mi a program egyébként a bajnoki rajtig szombatig? Minden nap edzés van, és reméljük, hogy szombaton fogunk tudni játszani. Ha a Pancho Arénát veszük, állapotát veszük figyelembe, akkor mi biztos fogunk tudni játszani. Ugye aztán majd meglátjuk, hogy döntenek az MLS vezetői a komplet fordulót, illetően látva itt az időjárási viszonyokat, mi készülünk a mérkőzésre minden nap edzéssel, de készen állunk a tavaszi rajtra Vasas ellen. És hát reméljük, hogy majd a tavaszi nyár elejé finis az mondjuk egy bajnoki címmel zárul. De az talán egy nagy kérdés, hogy az a 12 tétmeccs az mire elég, mondjuk az európai kupaporondot nézve. Az azért viszonylag kevés mennyiség. 14 mérkőzés lesz a tavasszal. De hát ennyi van tavasszal, 19-et lejátszottunk ősszel, nem hinném, hogy tavaly ugyanennyi volt, vagy tavasszal szerintem, és playoffig jutottunk, ráadásul nagyon jó teljesítménnyel, ugye sajnos viszonylag szerencsétlen körülmények között, hogy magunkat megverve nem jutottunk csoportkörbe, úgyhogy nem ezen múlik a csapat. Ezért is játszunk a lehető legerősebb ellenfelek között, hogy valami kis ízelítőt kapjunk abból, hogy mi várat ránk a nemzetközi kupaporondon, azért annak sok összetevője van, hogy mitől és hogyan eredményes egy magyar csapat a nemzetközi kupákban. Sokat tehetne hozzá például a mi teljesítményünket is, hogyha az új sóstói stadionban tudunk majd játszani, vagy tudjuk majd fogadni az ellenfeleinket, mint ahogy egyébként a magyar bajnokságban is ez egy óriási erőt adhat, hiszen a fehérvári embereknek gyakorlatilag utazás nélkül, vagy a vízi szurkolóknak utazás nélkül végre eljuthatnak szeretett csapatuk mérkőzésére, szeretett stadionjukba. Igen, és hát ugye a vidi szurkolók azért, én úgy veszem észre, hogy mindig kiállnak a csapat mellett, még akkor is, hogyha
ha kevésbé sikerülnek a... Nagyon jó a hangulat a csapat körül, ami a csapatot körülveszi, ez a támogatók közeg itt a városban, akár különféle fórumokon megjelenve, járva, illetve természetesen a mérkőzéseken, akár idegenben, elsősorban természetesen otthon a Pancsó Arénában. Azért mondom, ez azért egy nagy lökés lesz, és ez egy nagy fokozása lesz ennek szerintem, hogyha végre hazatérhetünk, ugye több mint két év után. Hát nyilván az egy nagy pillanat lesz. A véleményed szerint Videoton kontra Ferencváros, erről fog szólni az ősz? Látva, igen, a két csapat erejét, igen, a Ferencváros egy nagyon erős nemes ellenfél, úgyhogy nagy hasz lesz a végéig. Valószínű, aztán persze nagyon jó lenne, hogyha hátradőlhetnénk, de nem valószínű. Hát komoly csata lesz ez egészen biztos, és izgalommal várjuk a bajnoki versenyfutást. Milyen a kapcsolata a vezetőségnek neked személy szerint Márkó Nikolicssal és a stábjával? Töretlen a bizalom? Nem is gondolom, hogy ilyen kérdéseket kéne felvetni, mert fel nem merült, hogy bármi probléma lenne. Nagyon, nagyon jól dolgoznak, nagyon jó a viszony, megfelelő és nagyon jó a viszony a játékosok és a vezetőedző, illetve a stábja között. Ugyanez igaz a Videoton vezetőségére is, úgyhogy nagyon jó a munkamorál. Ezen nem fog semmi sem múlni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Sok sikert kívánunk, hajrá Vidi, és hát természetesen beszámolunk majd a csapat aktualitásairól. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ez volt már a Bajnokok Városa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.